azért kell nekem erről ennyit beszélnem, mert akkor én nem értékezem. Ugye érted? Hogy azért kell nekem erről ennyit beszélnem, mert akkor még nem értettem. És nem láttam át, hogy minek vagyok a kiszolgáltatottja. Még fiatal voltam, fejben és lélekben is, akkor is, hogyha testben már egészen megértem. Nem tekintettem magamra nőként. És nem tekintettem magamra szép nőként, mert igazából még azt sem tudtam, hogy mit jelent az, hogy szép. Egészen nyugisan el voltam. Egészen még meg nem érkezett az iskolába az új irodalomtanár. Biztosan te is tudod, hogy kiről van szó, hisz hallottál róla. A te iskoládban is kellett, hogy helyettesítsen. László. Most még a gyomrom is felfordul, hogyha rá gondolok. Egyszer ki kellett vigyem neki a füzetemet. Belebújt a füzetembe, és az ujjával az én G és Y betűimet rajzolgatta a padra. És közben valami olyasmit mondott, hogy biztosan nagyok a szexuális vágyaim, hogyha ilyen nagy kanyarok vannak a betűimbe. És hogyha gondolom, akkor ő majd segít ez ügyben. Ott az egész osztály előtt. A szívem a torkomba dobogott, és egyáltalán nem értettem, hogy ez most tényleg velem történik meg. Aztán hazamentem, hazáig agyaltam, túlgondoltam, aludtam, éreztem, és minden kezdődött előről. László órái előtt, alatt, után. És nem értettem. Aztán leszólított a folyósón, találkozgattunk. Persze mindig a WC környékén, mert elvileg ott nyugisabban lehetett találkozni. Kikérte a véleményemet, megkérdezte, mit csinálok iskola után, és így ment ez évekig. Egészen még a városban nem érkeztél te. Akkor különböző volt, akkor megértettem, hogy te másképp szeretsz, és hogy ez más, mint ahogy ő szeretett. De én szerettem ezeket a találkozásokat Lászlóval. De akkor még nem értettem, hogy ez mennyire különböző.